Sziasztok! Mint ahogy látjátok, most zajlik a Hamupipőkének a plakátfotózása. Én már túl vagyok rajta, úgyhogy megyek vissza az öltözőbe átöltözni. És a próba folyamat elég jól zajlik. Ott tartunk, ahol tartani kell. Úgyhogy szeretjük, csináljuk, és várjuk, hogy bemutassuk nektek. Várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Eddig mindig sötétből indultak az arcok, amikor komolyság van, amikor egy komolyabb előadás. Itt ugye most a családnak, a fiataloknak, akár gyerekeknek, vagy teljes családnak szól a darab. Ez már rögtön adott egy hangulatot, és az is, hogy mertek mosolyogni a színészek. Azok a mosolyok, azok rengeteget jelentenek. Egy visszanéző plakátból is. Tisztaságból indulunk, a mesevilágból indulunk, a világosból indulunk, a fehérből, és abból, hogy minden úgy alakul az ember fejében is, meg a színdarab is maga, meg rengeteg minden történik, és ez most nálam egy ilyen izgalmas rajzolt struktúra lenne, ami körülveszi őket, magukat a színészeket, és ez a mesevilág rajzolódik, konkrétan rajzos plakáttá ki. Egy ilyen plakátfotózáson nagyon fontos, hogy valahogy a karakter lényegéből átadjunk valamit a plakáton, megjelenjen valami a szereplőnek a lényegéből a szemünkben vagy a tekintetünkben. Meg kicsit parázsolgatunk, remélem, hogy megérkeztem ebbe az állapotba. Nagyon izgalmas, most már le van rendelkező az egész darab, szóval nagyjából mindenki tudja, hogy merre kell mennie, hol nem ütközik bele senkivel, de hát most még jönnek majd tovább a tényezők, a jelmezek, az igazi díszlet, majd ha fölmegyünk a nagy színpadra, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon izgalmas volt a plakátfotózás, mert nem nagyon tudtuk, hogy pontosan mi a koncepció ilyen szempontból, úgyhogy az egész egy olyan volt, mint egy gyurma, amit együtt, aztán úgy alakítgattunk, ahogy így egy közösségnek, akik összegyűlnek létrehozni valamit, azt így együtt így kigyúrtuk, és akkor lett belőle egy szép kis herceg alak koronával a fején. Szerintem ő nagyon izgalmasnak tűnik egyébként az ötlet, és egy ilyen elég mesés kis, szerintem olyan plakát lesz, amire az emberek fel fogják kapni a fejüket. Most elkezdődött a hercegnővé válási folyamat, azt gondolom. És ez egy nagyon jó lépcső volt, hogy egy kicsit megérezzük, hogy na most akkor egy picikét belebújunk Hamupipőkébe, és mindig csak ilyen kis morzsákat kapunk, ezáltal a hajunk, a sminkünk, ugye voltunk ruhapróbán, azáltal is egy kis morzsa, és én nagyon várom, hogy ez az egész egy teljességé alakuljon át, és végre úgy teljesen átalakulhassunk. Talán ami az egyik legfontosabb a karakteremben az, hogy ő jóságos és szerethető, és nagyon szeretettel van az emberek felé, azt hiszem, hogy erre gondoltam közben, miközben mosolyogtam. Én úgy tudom, hogy mi ugye a tündérek, én leszek a jó tündér, és mi alakítjuk itt a mi kis tündérvilágunkba a Hamupipőkének és a hercegnek a meséjét, a történetét, és már ezt a plakáton is majd visszaköszön, hogy azért a mi kezünk munkája, a mi gondolatunk, a mi szívünk is benne van abban, hogy ez a két fiatal találkozzon egymással, és a plakáton is ez vissza fog köszönni. Az eddigi plakátjaimon inkább egy kicsit komolyabb arckifejezésre volt szükség maga a téma miatt is, és most nagyon élveztem, hogy mosolyoghattam rajta, ami igazából a védjegyem, a mosolyom, úgyhogy ez most nekem nagyon jól esett, hogy ezt most egy kicsit megmutathattam, és így a plakáton egy picit másabb oldalamat tudom megmutatni a nézőknek. Mesélnél egy pár szóban arról, hogy milyen volt a fotózás? Persze, igazából most csináltam először ilyet, szóval ezelőtt még csak az egyetemen volt ilyen komolyabb fotózásunk, és hát az nyilván nehéz, hogy úgy megtartani ezt a pózt, hogy folyamatosan legyen az a természetessége, de nem tudom, hogy Barbie hogyan vélekedik erről, hogy mennyire sikerült ez a természetesség, de szóval nehéz volt erre törekedni, remélem sikerült, meg annak örültem, hogy többfajta dolgot kipróbálhattam, tehát nem csak egy sima mosoly volt, hanem volt egy ironikus mosoly, meg volt egy,
egy ilyen hercegi tekintet, szóval nagyon várom azt, hogy a végleges plakátot láthassam.